Sziasztok, itt Mark 01, és ezúttal itthon velem Rolling 01 is, a Skype-on keresztül. Nos, és akkor itt vagyunk egy újabb résznél, WWDP kérte, hogy legyen egy Romanesus köcsönt, ugye Seth Rollins, egy Hell in a Cell match, szóval akkor lesz is. És akkor én gondoltam, leszek most Seth Rollins-al, és akkor Romanesus. Jó kis karaktert választottál. Azon. A Roman Reigns az olyan, mint valami zombi maszki. Nos, akkor Hell in a Penis. És akkor a bejövetel benne hagyjam a cimborálba, cseh? Szerintem, hát, hagyd benne. Okay. Gondolom, ismerik a bejövetelőket, de nem véletlenül kérték őket, hogy ők harcoljanak egymással. Gondolom, azt is látni akarják, hogy hogyan jönnek be. Ebben igazad van. Majd kiderül. Majd videóba jelezzétek, hogyha szeretnétek látni, hogy bejöjjenek-e, vagy ne, vagy kihagyjuk-e, vagy ne. Persze. Bejöhetek. És a kérdés még mindig fennáll, hogy mit szeretnétek Rolling-ról látni, mert arra még a komment szekcióban nem kaptam választ. Nem kaptunk választ. Hát igen, azt én is fel akartam tenni, meg igazából most tudok én is először így beszélni veletek, mert eddig én elfoglalt voltam, meg nagyon nem csináltam videókat, csak egy évben egyszer tudtunk már 01-en. Aztán azóta ő tevékenykedett a csatornánkon, meg közben én is néhány hetente havonta feltöltöttem a csígós összeállítás videót. Amik nagyon jók, mindenkinek ajánlom, nézzék meg, ha nem nézték meg irányát. Igen, őket is a csatornán, meg megtaláljátok a többi videónkat is, hogy még nem láttátok őket. Aha. Az a baj, hogy... Különféle videókat csinálni, megírhatjátok, hogy miről szeretnétek, és megpróbálom beszerezni a játékot, vagy megpróbálom a videót csinálni. Igen, igen. Az a baj a Hell in a Cell match-ek elcimbora, hogy én béna vagyok benne, mint a szar. És tudom, mi a lényeg, hogy azt hiszem ki kell menni a ketrecből? Vagy az a Steel Cage? Nem. Igen, az a Steel Cage lesz. Ja, itt csak simán ketrecbe harcoltok. Ja, akkor jó. Vagy lebuktatod, vagy... leszámoltatással megnyered a meccset. Ja, értem, jó. Akkor most először úgy csináljuk, hogy lesz egy Seth Rollins vs. Roman Reigns, és utána lesz egy Roman Reigns vs. Seth Rollins, és akkor már Roman Reigns leszek én újra. És visszavágunk. Az hát. Most nézd ezt a Shrek-et, hogy én... Ha rám ülesz, meghalló, baszki. Nem tudom, tőled a cimbonyám, de ő a pajzsnak az alapítója. A Shieldnek. Ajha. Én konkráció rajongó voltam, meg még nagyjából vagyok is, megkövetem azért a dolgokat. És aha, az ő csapatában volt a Seth Rollins is. Dean Ambrose is, hogyha jól tudom. Aztán aha, ők így nagyon szerették az embereket büfölni. Az ilyenféle csapatokat, meg megtámadni az embereket. Konfliktusokba magyarultak. De úgy tudom, hogy szétváltak már. Hát, úgy néz ki. Nem láttam őket már sok ideje együtt. Egy meccsbe sem. De hát most mit mondjuk erre? Hát most nem tettünk ennél semmi. Hanem akkor nem. Egyedül meg mindenki, aztán hajrá. Ott flexem, miközben ott vagyok a sorba, ott pattogok én, igazé. Nos. Na, ott ugrál az izé, Seth Rollins aztán, vagy a... Ja, Seth Rollins aztán. Seth Rollins. Az meg ott izé, flexel. Én vagyok a király. Én vagyok a Shrek. Én vagyok Ogre. Mi? Jó van. Mert ebben a játékban olyan nincs játék meg az arcát. Na, csak hogy... Nem, rá se ismertem, mint komolyan. Hát nem tudom, cimbanya. Így videó alapján, meg így, ahogy én is most így látom élőben. Igazából szerintem... Nagyjából jó, meg vannak animálva dolgok benne. Teljesen tökéletesen szerintem nem tudják megcsinálni. Viszont jól indítottál. Én mindig így indítok. Mindig így indítok. Nekifutok, aztán elkapom, aztán szevasz. Aztán püfölöm egy kis, még a földön van. Aztán box. Ajha. Hoppá, túl későn nyomtam. Na, Éni. Ezzel a szín. Éni. Fájjon a fejed.
Ajaj. Túl későn nyomtam meg megint. Ajj. Engem te ne hívogassál, mert úgy ledöntelek, hogy attól fogok dugva az egy. Vagy mégsem? Basszony. Ja, most visszavág, úgy néz ki. Co? Oké. Okay. Így itt. Hogy tűnöm tört ki a nyöka neki? Vájá, ne oda menjél, Szetike. Ne oda menjél, mindegy. Így. Na most menj föl, szépen, köszönöm, jó kisfiú. És hoppá. Bírod még? Bírod még? Ah, még bírja. Szét kell verni a fejét, aztán ja. Megmondolja, hogy kivel kezd ki. Márkul legyen, senki nem kezdhet ki. De na. Így, dobant a rugás. Azt hiszem ez az volt. Nem érték a pankráció, hogy nyújtsa. Na, az emcét. Kis speciális mozdulat, egy kis signature, akit mindenki imád. Úgy, né? És akkor nyomatunk rajta egy finisherkét. Az a veszély. Így, né? Koponyatő. Ja, megmutattam meg. Megmutattam ki a király. Jó látni Romani, hogy Seth Rollins így izé újra lábra át nyújtani kéne intézte egy picikét. Hát igen. Az se lehetett is óta. Ha nem hát. Eléggé protekén. Még az ugye megnéztünk együtt is a videókat. Ja. Hát, azt hiszem, hogy itt a Legna Szelnél nincsenek szabályok cimbonyám, szóval azt hiszem, hogy használhatsz olyan tárgyakat, mint például szék vagy kalapács, ami ugye a ring alatt van. Aha. Szóval azzal meg tudod könnyíteni a kicsit a dolgodat, hogyha gondolod. Hát, majd meglátjuk. Hogyha jól tudom. Megnézem majd mindjárt. Csak picit be kell várni, befejezdik a mentés, amit utálok. Csak nem, igen. Csak nehogy az legyen, hogy miattam ezt a meccset, mert nehogy diszkvalifikáljanak, hogy... szóval nem vagyok ebben biztos, hogy most hogy vannak ezek a szabályok, de úgy tudom, hogy hogy itt lehet használni ugye itt van, széket, asztal, meg kalapácsot, meg ilyen segédeszközöket. Itt sajnos nem lehet. Nem lehet sajnos. Nem? Nem. Úgy látszik, hogy nem. Aha. Ha, nem baj, se baj. Akkor nézzük a vissza valakit. Rendben. Bejövetelüket most nem raktam bele. Hát semmi baj, hát az előbb láttam őket. Ugye? Most a RAV című arénába megyünk. Vagyis RA, ami más nyelven nyerset jelent. Ja. Na megint nekifutás. X. Oké, okay, nem szóltam. Nem baj az. Majd próbálkozzon. Mész a nyarba. Így. Csak a szája nagy, nem tud leteríteni. Nem van. Ha már az előbb én terítettem lejött, szóval. Hát jó, hát most azóta balfaszkodik. Balfasz lett, amióta nem te irányítod. Egyébként nem akarom leszólni a karaktert magát, Seth Rollinsot. Mert igazából jó pankrátor. Basza. Nincs vele vagyunk. Ó, basszus. Érti a dolgát. Szép pofozom az anyád. Így mi. Na. Ez csak egy az ilyen sima megfogás. Ó, hát ez elég szép volt. Mert miután püfölöm, miután hogy megszédül, és akkor meg lehet így fogni, és akkor csinálja a különböző mozdulatokat, ugye? Attól függ, hogy melyik helyen állok. Szerintem akik már sokáig ide játszák a játékot, az tudják. De akik még nem, az... Azon most megtudták. Basszus. Mellé. Köcsög. Elvesz. Tök taposas. Már csak keresztapa lehet. Ja. Vagy te lehet, hogy gyomra. Na, no, bocsánat, te lehet, hogy csak keresztapa. Ez fajé volt. Egy picikét, ja. Köteles megfogás, aminek szerintem nem sok értelme van. Nos, így.
Superman Punch és egy kis finisher kép. Ja, azt nem így kell, de... Neki cimbornia. Na, kap egy puszit. Na. Szép volt, anyag. Azon. Ez eredetileg Edge-nek a finisher mozdulata volt, a kivégző mozdulata, úgymond, zárójelben. Aha. Aztán úgy néz ki, hogy több szupersztár is átvette ezt a mozdulatot, ezt a finishert. Szerintem is úgy néz ki. Többek közt úgy tudom, hogy Big Show is használja. Hát a játékban nem, de ha láttad már, akkor biztos. Láttam. Nézd, mi van a kezével? Így azt írja, mondom, leaputálták, aki gyorsabb, hogy ilyen. Nem, hát úgy néz ki, mint a bal bordájában jön elő, vagy jobb bordájában, igaz? Jó van, mindig talán kis bakikat. Hát baki csatorna vagyunk, nem? Szóval mindig kell találni kis bakikat. Hogyha most... egy játékba találunk valamit, azt is megörökítjük, azt is megmutatjuk nektek. De igazából már túl egy cimbonica, ahogy tetszik. Igazából ajánlhatjuk ezt a játékot, mert ahogy látom, meg tudom rólad is, hogy neked is bejön, szóval persze. Nem véletlenül vetted meg, szóval ajánlhatjuk a játékot szívesen mindenkinek, aki pankráció kedveli. Persze, hát... hát nem tudom pontosan magyar fonyban mennyi lehet a PlayStation Store-on, de... Én 30 euróért vettem, Deluxe verzióira ráadásul, amire picit ráfasztam, mert nincs benne Story mód, csak Univerzum mód, majd picit gáz. Se baj. Nos, hát akkor úgy néz ki, hogy a videó elérte majdnem a 12 percet, de szerintem is éri, mielőtt befejezzük a videót. Nos, elérte majd a 12 percet a videó, reméljük, hogy azért mindenkinek tetszett. Nyomjatok egy lájkot, hogyha igen, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Béke veletek! Úgy van. Sziasztok!